Számos kérdésre kell választ kapni, hogy a radikális iszlamisták úgy döntöttek, hogy megtámadják Oroszországot, hogy a háttérben van még egy másik ügyfél. Jó reggelt kívánok! Ez itt a Napindító, én Perjési Tamás vagyok, erről pedig Vlagyimir Putyin orosz elnök beszélt. Mire gondolhatott, mi állhatott a moszkvai terrortámadás hátterében, ezzel kezdünk ma is. Itt van Horváth József, biztonságpolitikai szakértő az Alapjogokért Központtól, valamint Árendás Péter, külpolitikai szerkesztőnk. Jó reggelt kívánok az uraknak! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a nézőket! Egyre többet tudunk erről a terrortámadásról, de még mindig nem tudunk mindent. Hogyha megvizsgáljuk az elmúlt 24 órát, illetve egyáltalán, hogy mi történt péntek óta, amikor történt ez a sajnálatos terrortámadás, akkor amiről beszélt most Vlagyimir Putyin orosz elnök is, van-e már arra bizonyíték, hogy ugye az iszlám állam magára vállalta ezt a terrortámadást, hogy nem kizárólag az iszlám dzsihádról volt szó, ahogyan fogalmazott az iszlám állam is, hanem valami más is lehet a háttérben, egy ügyfél, akár Ukrajna, az Egyesült Államok, a Nyugat, van-e már erre bizonyíték? Bizonyíték nincsen pillanatnyilag, az kétségtelen tény, hogy magával a terrortámadással kapcsolatosan, ha szigorúan az akciót nézzük, akkor számos kérdőjel vetődik föl, az én számomra legalábbis, ami azt mutatja, hogy mintha egy ilyen Z-kategóriás akciófilmet láttunk volna a valódi iszlám állam támadásaihoz képest. Másrésztről nem látjuk, hogy mi a valóság, és még nem is tudjuk, és tartok tőle, hogy nem is fogjuk megtudni innentől kezdve, ugyanis az oroszok kezében van minden lap, és az oroszok politikai, biztonsági döntése lesz az, hogy milyen irányba fog bizonyítékokat találni a független orosz bíróság. Oroszország, hogyha mi nem is fogjuk megtudni, Oroszország esetleg már tudja a vallatások tükrében és azok követően, hogy mi áll pontosan a háttérben, mert olyan volt Putyin elnök nyilatkozata, amely sejtetett sok mindent. Igen, hát itt ugye az első, a támadás utáni első órákban, amikor az ukrán határhoz közel elfogták a négy elkövetőt, akkor is már Putyin elnök azt mondta, hogy és információink vannak arról, hogy az ukrán határt megnyitották volna, hogy gond nélkül és gyorsan át tudjanak lépni. Tehát onnantól kezdve vannak ezek a finom utalások az orosz kommunikációban. Én azt gondolom, hogy az oroszok döntő részében az első éjszaka után tudják, hogy mi történt. Az, hogy egyébként ez az elkövetők és a egyre szélesedő kör, akiket mint egy támogatókat vesznek őrizetbe, azok majd mit fognak vallani, az már a forgatókönyvíró fantáziáján fog múlni. Ők mit tudhatnak, tehát mennyit tudhatnak az egészről, hogy az egész hátterében mi állhatott? Minimálisat. Meggyőződésem szerint a négy elkövető az kapott egy képet. Ők azt gondolták, hogy az iszlám állam embereivel tárgyalnak, az iszlám állam nevével hajtják végre ezt a műveletet, és az iszlám állam fizeti őket, amire idáig azért nem volt példa. Az iszlám állam harcosai meggyőződésből harcolnak, az iszlám állam harcosai azok vagy öngyilkos merénylőként a végén felrobbantják önmagukat, vagy tűzharcban elesnek. Ezek az emberek menekültek. És az, hogy itt néhány millió forintért felvállalnak magukat felnőttnek gondoló férfiak tömeggyilkosságot, majd utána azt gondolják, hogy ezt megúszhatják élve és elmenekülnek. Ez mind-mind azt mutatja nekem, hogy olyan személyeket kerestek, akiknek a szellemi képességei azért erősen megkérdőjelezhetőek, erősen befolyásolható kellettek, hogy legyenek, a kispénzzel is beérték, és én azon se lennék meglepődve, hogyha a művelet megrendelői egy szép nagy összegből úgy gondolták, hogy egy alacsony büdzséjű történetet csinálnak, és a többit pedig zsebre teszik. Ennek ellenére azért mégis tragikus, mert rengeteg halottja van. 500 ezer rubeles szellőztette meg a sajta, átszámítva ez csak nem 2 millió forint. Ezen a 2 millió forinton kellett volna azoknak a dzsihadistáknak négy fele osztozni, akik, ahogy ön is mondta, meggyőződésből hajtják végre a terrorcselekményeket, és erről szólt eddig az iszlám állam, illetve valamennyi radikális szervezet. Ez megint nem illik a képbe. Abszolút nem illik a képbe. És ez, hogy mi minden nem illik még a képbe, egyébként hosszan is tudnánk sorolni, csak talán emlékeztetnék arra, hogy ha megnézzük, akkor az iszlám állam bemutat olyan képeket, nem a kiképzésről, hanem például aznak a rítusáról, ahogy fölkészülnek erre, kvázi, hogy elmennek a halálba. A borotválkozástól kezdve, a szakállevágás, tehát sok minden olyan dolog van, amivel úgymond fölkészülnek, hiszen ezek az iszlám állam eddigi harcosai, azok arra készülnek, hogy ők fölmennek a mennyországba.
és eznek az útnak egy stációja az az akció, amit ők végre fognak hajtani. Itt semmi ilyet nem látunk, az iszlám állam harcosai általában feketében öltözve mennek a harcba, nem egy ilyen világos sivatagi álcaruhában. Tehát sok-sok dolog van, ami úgy gondol, hogy nem jól lett összerakva, hogy mintha ilyen hirtelen csinálták volna, és nem gondolták volna végig. Ugye az oroszok már azt is látni vélik, hogy olyan álcafestés van a fegyvereken, mint amit azok a oroszok használnak, akiket az ukránok bérelnek föl, és használnak ilyen oroszok elleni támadások végrehajtására zsoldosként. Tehát számos sebből vérzik ez a történet pillanatnyilag, annak ellenére, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy egyáltalán nem vagyok abban biztos, hogy mi hétköznapi halandók a valóságot fogjuk látni, és nem azt a képet, amit szeretnének vetíteni. Az iszlám állam miért vállalta akkor magára ezt az egész cselekménysorozatot? Vagy esetleg ők lehetnek azok, akik egy jól látható összeget kaptak azért, hogy vállalják magukra, és egyébként megszerveztek egy ilyen eseményt, ami sokkal kevesebb pénzbe került kvázi. Abszolút, ez egy reális forgatókönyv, egy üzletet kötöttek, és egyébként ez nekik egy ingyen reklám, mondhatjuk azt is, bármilyen szörnyűség, egy ilyen tömeggyilkosság. Ugyanakkor azt se zárjuk ki, hogy ez egy idegen zászlós művelet volt, és ez a négy szerencsétlen ember, aki erre hajlandónak mutatkozott, annak bemutattak egy Abdullahot, meg egy imámnak tűnő embert, akik ezt a felkészítést, beszervezést végrehajtják, és közben nem látjuk azt, hogy ez valóban egyébként ez maga a folyamat is az iszlám állam kézjegyét hordozná magán. Tehát akár egy profi titkosszolgálat is tud egy ilyen képet felrajzolni, hogy azok, akiket felhasználnak és kihasználnak, azok el is higgyék azt, hogy tulajdonképpen ők azzal a szervezettel tárgyalnak, amit mutatni akarnak, közben nem. De ilyenkor nem tiltakoznak akkor az iszlám állam valóban, hogy mégsem ők követték el, vagy ez nekik így megfelel, mint hogy ingyen reklám? Így van, és hát azért is, mert azért az iszlám államnak ez az alegysége, amely ez a Khorasan néven, amelyik a régiót fedi egyébként, amelyik Afganisztán és a volt közép-ázsiai szovjet tagköztársaságok területén aktivizálja magát, ez hihetővé is teszi azt. Tehát ugye egy legendánál az fontos, hogy 90% hihető legyen, és a 10%-ot nyomja be, úgymond a hazugságot, és ez a 10%-ot akkor kevésbé lehet észrevenni. Tehát ezért is úgy gondolom, hogy esett erre a szervezet le a választása azoknak, akik ezt az egészet kitalálták, ha így van. Hogyha így van, és érdekes, valóban ez a kérdés, és sok mindent fejtegetett, hogy túlságosan sok jel mutat arra, hogy nem a klasszikus értelmet iszlám állam által elkövetett merényletek sorába illik ez. De visszakanyarodok megint oda, az oroszok tudják már vajon, mert kivallatták őket, és láttuk, hogy jelentek aztán meg a bíróságon. Tudják és nem mondják, hogy is utalt rá, hogy majd azt szerinti forratókönyvet alkalmaznak, ami éppen nekik jó, vagy ők is még a sötétben tapogatóznak? Nem tapogatóznak a sötétben, tehát azért ne legyen kétségünk afelől, egyrészt szörnyű képeket látunk emberileg, hogy hogy néz ki a négy terrorista. Ugyanakkor már a szovjet korszak óta tudva lévő dolog az, hogy és ez az amerikaiakra ugyanígy igaz volt a hidegháború idejéből, hogy vannak olyan kémiai anyagok, amit az ember szervezetébe bejuttatnak, egy, mindent elmond, ami ki szeretnének szedni belőle, kettő, utána azt fogja mondani, amit hallani szeretnének a megrendelők. Tehát, hogy majd ők a vallomásaikban mit mondanak el, az, és az mennyire élethűen fogják előadni, akkor az nem azt jelenti, hogy ők hazudnak, az agyukban egy olyan képet vetítenek, amelyet aztán ők úgy is gondolják, hogy ezt látták és ezt tapasztalták meg. Éltek ez a lehetőség az oroszok a vallatás során? Mit ön hogy gondolja? Minden eszközzel éltek. Tehát én azt gondolom, hogy itt a híreket nézzük, hogy folytatódnak a letartóztatások. Tehát a hálózatnak a mélységi földerítését gőzerővel csinálják az oroszok. Másrészről pedig ennek a részleteit én azt gondolom, hogy azért is szeretnék tudni, hogy adott esetben mi az, ami felhasználható a kommunikációs küzdelemben, másrészről pedig mi az, aminél hajlítani kell egy kicsit a valóságon, és a számukra megfelelő végeredmény jöjjön ki ebből a történetből, mert én úgy gondolom, hogy most gyakorlatilag az oroszok kezében van minden egyes döntés, lehetősége, hogy milyen végkifejlet felé fogják elvinni ezt a történetet. Várhatóan milyen végkifejlet felé fogják elvinni? Hát nem kell nagy jósnak lenni ahhoz, hogy
ahogy az támadás után néhány órával már megindultak ezek a kommunikációs paneleknek az elhelyezése, hogy ez a puzzle majd összeálljon a utcaembere számára is, hogy az ukránok irányába terelik a gyanút, mint megrendelő, hogy ez igaz vagy nem, azt nehéz eldönteni most. Azt én azt gondolom, hogy kijelenthetjük, hogy az iszlám államra kevésbé jellemző módon hajtották végre ezt az akciót, ami kérdőjeleket támaszt az emberben szakmai oldalról. Nem kérem, hogy külön nevezze meg, de orosz sajt értesülések szerint bizonyos tekintetben Budanov ukrán részéről, akinek esetleg köze lehet ehhez. Ön ebben lát rációt, anélkül, hogy tudnánk, és nem is azért mondom, de elképzelhető ez a Budanov féle vonal? Hát nézze, ők voltak azok, és személy szerint Budanov, aki dicsekedett azzal, hogy a szolgálaton belül létrehoztak egy külön egységet, amelyik terrorakciókat hajtott végre Oroszország területén, de egyébként a polgári ukrán titkosszolgálat ugyanígy felállított egy ilyen egységet, és azért láttuk az eredményeiket is. Most nem tömeggyilkosságokról beszélünk természetes módon, de azért amikor Duginnak a lányát fölrobbantják autójával együtt, akkor azért egy polgári áldozatról beszélünk, vagy szabadságon lévő orosz katonatiszteket otthon, parkban közvetlen közelről lőnek fejbe, ez megint csak azt mondja az ember, hogy igen, ezeket a jegyeket hordozták magukon, és egyébként ezzel az ukrán titkosszolgálatok dicsekedtek is. Nem véletlen, hogy az amerikaiak mérsékletre intették őket, hogy ilyenfajta műveleteket nagyon ne hajtsanak végre, mert ez nem vezet jóra. Innen folytatjuk 8 órától Horváth Józseffel, köszönjük szépen egyelőre. Itt lesz majd velünk még ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász is, a 100. tanácsadója, terítéken tehát a háborús pszichózis Európában, és ma is elmondja majd a legfrissebbeket Kárpátaljáról tudósítunk. Dunda György, maradjanak velünk továbbra is. A moszkvai terrortámadással kezdtünk, és ezzel is folytatjuk Horváth József biztonságpolitikai szakértővel, az Alapjogokért Központtal, valamint Árendás Péter külpolitikai szerkesztőnkkel. Ez volt tehát a témánk 7 óra 30 perctől, és mindjárt ezzel is folytatjuk, de készítettünk a témában egy összeállítást is, ezzel jövünk most. Bekötött szemmel kísérik a merénylet vezetőjét a rendőrök a tárgyalóterembe. Szamsidin Fariduni volt az, aki utasításokat kapott és adott a többi elkövetőnek. A kihallgatáson azt is elmondta, a támadás végső díjazása 500 ezer rubel, közel 2 millió forint volt, amit négyük között kellett volna elosztani. Hétfő délután újabb három szemét hoztak összefüggésbe a merénylettel, akik ellen elfogató parancsot adtak ki. Erről a RIA Novosti értesült bírósági forrásokból. Név szerint is megnevezték az elkövetőket. A névadási szokások alapján feltételezhető, hogy egy apáról és két fiáról van szó. A Krokus City Hall kulturális központ elleni terrortámadásban 137-en vesztették életüket. A 6000 fős koncertteremben állarcos fegyveresek válogatás nélkül lőtték az embereket. A feleségemmel mentem el a koncertre, akkor nem volt semmilyen rossz előjel. Meglepetésünkre sokan voltunk. A feleségemmel először az első emeleten leadtuk a kabátjainkat, majd felmentünk az emeletre, hogy a mosdót megkeressük. Kimentem a mosdóból és lövéseket hallottam. Láttam, ahogy emberek futnak a koncertterem felé, közben terroristák lövöldöznek a földszinten. Követtem őket a koncertterembe, hogy megnézzem a helyzetet és videóztam az eseményeket. A terroristák nem sokkal ezután bementek a koncertterembe és lövöldözni kezdtek az útjukba került emberekre. Válogatás nélkül, szó nélkül hidegvérrel lőttek, mondta ez a túlélő. Vasárnap nemzeti gyásznapot tartottak Oroszországban, több helyen gyertyagyújtással emlékeztek az áldozatokra. Azt hiszem, nemzetként egyre közelebb kerülünk egymáshoz, mert úgy érzem, hogy az orosz népre jellemző, hogy a legnehezebb időkben is közelebb kerül egymáshoz. Szóval szerintem csak erősnek kell maradnunk, és támogatnunk kell népünket és kormányunkat, mondta ez a nő. Az orosz elnök is gyertyát gyújtott az áldozatok emlékére, és megígérte, hogy felkutatja és megbünteti a merénylet közvetlen és közvetett elkövetőit. Az akciót az iszlám állam vállalta magára. A terroristák közül eddig ketten tettek be ismerő vallomást. Az orosz szervek ezeket sem a megszokott módszerekkel érték el. Az egyik elkövető fülét levágták és megetették vele, míg a másik nemi szervébe áramot vezettek. A terroristák várhatóan életfogytiglani börtönbüntetést kapnak.
És vannak még további hírek az elmúlt 24 órából, ezeket pedig már is elmondja nekünk Péter. Köszöntöm még egyszer a kedves nézőket, egy kis intermezzo lesz, ugyanis elsősorban a háborús eseményekről, a frontvonalon történt eseményekről szeretnék néhány szót szólni és megosztani információkat önökkel, majd visszakanyarodunk erre a múlt heti pénteki Moszkva melletti terrortámadásra. A tegnapi nap folyamán drónokkal mértek csoportos csapásokat az oroszok az ukrán villamos energia hálózatra, kiemelten Odesszára és Mikolajiv régióra, ahol a legtöbb csapást mérték. A tengerparti nagyvárosban, gondolok Odesszára, le kellett állítani a villamos és trolibusz járatokat, sérültek ugyanakkor hála Istennek nem érkezett hír. Mikolajiv régióban pedig egy állomás és egy lakóépület gyulladt ki a támadások során, ott viszont 11-en megsérültek. Lőtték az oroszok Harkivot, illetve a fővárost, Kijevet is. Kijev egyik központi kerületére rakéta törmelék hullott, ott egy lakóház megrongálódott, és szintén többen megsérültek. Az elmúlt napokban az orosz federáció fokozta az ilyen jellegű támadásait, és egyre gyakrabban vette célba az ukrán energetikai létesítményeket. Az ukrán légvédelem erősítését nevezte éppen ezért a legfontosabb feladatnak. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök, adott egy interjút, államfő beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy egyre komolyabb kihívás jelent Ukrajna számára, hogy a légvédelem az gyengül, az orosz támadások pedig megsokszorozottak és egyre erőteljesebbek. Főleg a drónok, rakéták és siklóbombák megsemmisítése okozza a legnehezebb feladatot a légvédelem számára. Ezt mondta Zelenszky, aki meg is nevezte számokban ezt. Egy hét leforgásra lett, mint egy 190 különböző típusú rakétát, 140 önmegsemmisítő dront és 700 irányított légibombát vetett be az Orosz Föderáció különböző ukrán célpontok ellen. A NATO-nak közölnie kell Oroszországgal, hogy a szövetség légterébe behatoló minden rakétát meg kell és meg is fog semmisíteni. Ezt a litván külügyminiszter mondta, a balti államnak a tárca vezetője ezt azért mondta, mert hogy egy orosz rakéta még a múlt hét vasárnap, tehát két nappal korábban behatolt a légtérbe, és mintegy 39 másodperc erejéig megsértette a lengyel határ mentén a lengyel légteret. Ezzel kapcsolatban be is kérették hétfőn a varsói külügyminisztériumba Szergej Andrejevet, az orosz nagykövetet, aki ugyanakkor nem jelent meg ott a székházban, és arra kérte Lengyelország a föderáció misszióvezetőjét, ismételten csak a Lengyelország légteret megsértő rakéta miatt, hogy vegye vissza ezeket az akciókat, és ne veszélyeztesse más országokat, jelen esetben Lengyelországot, illetve NATO tagországokat. És akkor visszakanyarodva még a terrortámadásra múlt hét péntekire, kiderült, hogy ki volt a moszkvai terrortámadásnak a vezetője. Azt állítják, egy Amsidin Fariduni nevű férfi volt, aki utasításokat kapott, és ő irányította a többi elkövetőt, akiről egyelőre 4 főről tudunk, de további 3 szemét az ügyel kapcsolatban most az elmúlt órákban letartóztattak. Erről már szóltunk szóban, és talán hallhatták is a bejátszóban az imént. 500 ezer rubelt, azaz csaknem 2 millió forintnak megfelelő összeget kaptak, ami megint nem arra utal, mint az iszlám állam követte volna el ezt a terrortámadást, hiszen ők nem pénzért, hanem meggyőződésért vállalják a mártírhalált. Itt ráadásul mártírhalálról szó sem volt, hanem menekültek. És ezt az 500 ezer rubelt, amely 2 millió forintnak megfelelő összeg, ezt négyük között kellett volna szétosztani. Erről szólnak a hírek. A radikális iszlamistáknak köre az, amely elkövette ezt a mostani Moszkva melletti Krokusz City Hall kulturális központ ellen terrortámadást, ezt megerősítette Vlagyimir Putyin, ugyanakkor rögtön hozzátette, hogy a megrendelőket még azonosítani kell. Azt ígérte Vlagyimir Putyin, orosz elnök, hogy szakszerű és politikai elfogultság nélküli vizsgálatot fognak folytatni ebben az ügyben. És akkor kicsit átkötünk Franciaországra, mert itt is van egy érdekesség, Emmanuel Macron francia köztársaság elnök kapcsán, aki, mint tudjuk, csak nem egy hónappal lesz megelőzően, felvetette azt, hogy esetleg nyugati csapatokat kellene küldeni Ukrajnába, amely csak eszkalálna ezt a háborút. De azt mondta Macron elnök, hogy több merénylet kísérlettel is próbálkozott az elmúlt hónapokban Franciaországban az iszlám államcsoportnak az az ága, amely most ezt a moszkvai támadást is állítólag elkövette. A kormány éppen ezért Franciaországban a legmagasabb fokozatra emelte a terrorkészültséget. Tudjuk azt, hogy idén olimpiát fognak tartani Párizsban, úgyhogy ez megint nem éppen bizakodásra adhat okot. Az iszlám állam Khorasan nevű részlege hajtotta végre ezt a támadást, éppen ezért Macron elnök fokozott együttműködést ajánlott föl az orosz félnek ezzel a háborúval kapcsolatban, mint az iszlám állam ellen folytatnak, és akkor fordulok Horváth Józsefhez. Mit kell tudnunk Emmanuel Macronról? Egy hónapja majdnem még azt mondtam, hogy nyugati csapatok egy háborús pszichózist folytat, amelynek részben fölült mondjuk, és a nyugati médiának köszönhetően ezt hirdetik, és fölült fél Európa, illetve a nyugati világ. Most meg hirtelen
békítő jobb kezet próbál nyújtani, hogyha már arról van szó, hogy a franciák is érintettek lehetnek a terrortámadást illetően, nem kettős a Macron-féle politika? De látszólag ez kettős politika. Ugyanakkor itt két dolgot látni kell. Az egyik az az, hogy a világ meghatározó titkosszolgálatai között minden ellentét és egymás elleni művelet ellenére vannak olyan felületek, ahol él az együttműködés. Az egyik ilyen a terrorizmus, hiszen ezzel minden ország védekezni szeretne, ezért ha információi vannak, azt megosztja Erdély ezt a szövetségi körén belül, illetve ha azon kívüli érintett vonatkozásában van információ, akkor azokat is átadják. Ebből a szempontból én azt gondolom, hogy Macron elnök ezzel most, ahogy ön is mondta, az elmúlt egy hónap után egyfajta diplomáciai üzenetet küldött az oroszoknak, hiszen az, hogy a francia titkosszolgálatok majd meg akarják osztani a tapasztalataikat az oroszokkal, az annyit is jelent, hogy a titkosszolgálati diplomáciának a felületét újra ki akarja nyitni a francia elnök. Itt ne zárjuk ki annak a lehetőségét, hogy most üzenni akar az oroszoknak a titkosszolgálati vezetőin keresztül, hogy akár mégiscsak békésebb hangnemre szeretne váltani, reményeink szerint, hiszen ez tipikusan a titkosszolgálati másodlagos diplomácia szinterén folynak ilyen tárgyalások. Láttuk azt, hogy az orosz-ukrán háború kitörése óta az orosz és az amerikai titkosszolgált vezetői meglehetős sűrűn és rendszeresen találkoznak egymással, ami azért a mi számunkra, akik szeretnénk békét, ez mindig egy fontos hír. És ha már titkosszolgálati együttműködések és akár figyelmeztetések, pont erről beszélt például Antony Blinken, amerikai külügyminiszter is, hogy ők korábban jelezték Oroszországnak, hogy terrorcselekményre van kilátás ott Oroszországban. Úgy nézett ki, hogy talán ezt az oroszok most vagy komolyan vették, vagy nem, ezzel kapcsolatban nem lehet pontosat állítani jelen pillanatban, de mégis történt egy terrorcselekmény. Elkerülhető lett volna, kellően komolyan vették az oroszok, vagy volt esetleg egy előzetes cselekmény, amit megelőztek és felszámolták mondjuk azt a sejtet, és ez azt követően jött, ami történt? Hát először is indítsunk onnan, hogy amit az amerikai külügyminiszter mondta, hogy ők figyelmeztették Oroszországot. A titkosszolgálatok részéről van egy olyan fajta mentalitás is, hogyha hallunk valamit a térben, és azt mondja, hogy X országban lehet, hogy terrortámadás lesz egy hónapon belül, akkor ezt átdobják, és akkor úgy gondolják, hogy ez, hogy mi letudtuk az együttműködést, és nem megy utána, nem kérdez rá, nem akarja bepontosítani, egyébként hol lenne, mikor lenne, stb. Kikövetnék el. Tehát ilyen, én a meggyőződésem szerint mondjuk egy orosz titkosszolgálat naponta több ilyen jelzést kap. Ez egyik oldala. Ebből kifolyólag lehet, hogy nem is veszi komolyan. Ugyanakkor az oroszok kommunikációjából az derül ki, hogy közvetlenül a támadás előtt ők megakadályoztak egy zsinagóga elleni támadást. Ne zárjuk ki azt, hogy ezek után ők megnyugodtak, hogy jó, akkor valóban történt volna egy támadás, megakadályoztuk sikeresen, ezáltal a dolog a lovagiasság szabályai szerint rendezve van. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy erről a támadásról viszont nem rendelkeztek információkkal. Illetve azt is most már látjuk, hogy maga a rendezvény helyszíne is többsebből vérzett biztonsági szempontból, hiszen a mágneskapu nem volt bekapcsolva, illetve azok a menekülési útvonalak egy része viszont le volt lakatolva, ahol a nézők gyorsabban el tudták volna hagyni a helyszínt. Harmadrészt azért valahogy csak bejutnak a terroristák, fegyvereket be tudják vinni, tehát nyilvánvaló, hogy itt azért az orosz biztonsági szerveknek most ezt pontról pontra végig kell menni rajta, egyrészt azért, hogy a későbbiekben okuljanak ebből, másrészt, hogy megkeressék azokat a segítőket, hiszen adott esetben lehet, hogy az intézmény működtetői között volt egy segítő, aki ezeket beengedte, a fegyvereket időben bevitte előtte adott esetben, tehát itt szakmai szempontból orosz titkosszolgálatnak nagyon sok munkája van, és ennek látjuk az egyik eredményt, amit ön is említett, hogy újabb 3 ember tartóztatnak le, tehát itt nyilván ilyen esetekben ezt a terrorcsoportot, még ha nem is tudjuk, hogy ki a megrendelő, hogy az orosz elnök mondja, de mégis ilyenkor az a alapvető feladat, hogy teljes egészében, mint egy rákos daganatot úgy távolítsák el az orosz állam
szervezetéből, hogy esetleg ne történjen az a hiba meg, hogy valakiket még mégis ott hagyunk, akik utána akár dühből, bosszúból, elkeseredettségből egy újabb terrortámadást indítanak meg. Ezért ilyenkor nagyon alaposan végig kell menni minden ilyen szálon. Tételezzük föl, hogy Vlagyimir Putyin elnök azt mondta, hogy a megrendelők kiléte még egyelőre nem ismert. Ez lehet, hogy csak a médiának szólt, olyan kínvallatási eszközök vannak, amelyek során könnyen információra tehetnek szert az orosz hatóságok, de lényeges-e az, és azért kérdezem, hogy műsorterről tudtunk beszélni, Isten igazából, hogy ki a megrendelő. Nem inkább azt kell nézni, hogy ezt és ezeket a lapokat hogyan fogja tudni majd kiállítani Oroszország, és majd ezzel maga hasznára kicsit rendezni ezeket az eseménysorokat? De bármilyen tragikusnak is tűnik, hogy most ilyen dologról beszélünk, de igen. Én azt gondolom, hogy mint egy színdarabnál, az a fegyver, ami az első felvonásból ott van, a végén majd el fog sülni. Tehát az, ami a terrortámadás után, mikor sikerül elfogni az elkövetőket, és az orosz elnök először nyilatkozik meg, és azóta konzekvensen építik ezt a fajta történetet, hiszen azt mondja, hogy az ukrán határtól alig 100 kilométer, már ők tudja az orosz szolgát, hogy meg akarták nyitni az ukránok a határt, most azt mondja, hogy még nem tudjuk, hogy ki követte el, de mindent meg fogunk értetenni, mert ez a fő kérdés, hogy ki a megrendelő. Tehát itt én úgy gondolom, hogy folyik egyfajta brandépítés, ha úgy tetszik, hogy ebből a terrortámadásból hogy lehet átfordítani az egészet úgy, hogy az orosz politikai elit is ebből profitáljon, hiszen itt láttuk a bejátszó riportban is, hogy az orosz hölgy nyilatkozik, hogy a társadalomnak össze kell fogni, föl kell sorakozni a kormány mögé, a fegyveres erők mögé, tehát ez szerintem Putyin elnök füleinek zene. Akkor újabb három pillér engedje meg, hogy említsem. Elhangzott most már a háború szó a múlt héten az orosz elnök szájából, nem különleges katonai hadművelet Ukrajna esetében, hanem háború. Volt egy olyan orosz elnök választás, amit bőven 80% fölött eredménnyel Putyin elnök nyert, és itt van ez a tragikus eset, amely igazából valóban még inkább egységessé tudja kovácsolni ezt az orosz nemzetet. Ez a hármas, hogyha csak ezt a három pillért nézzük, akkor az Oroszországnak a nyugat ellen vívott háborúja, mert nem csak Ukrajnáról van szó, tudjuk. Ez valahol egy nagy segítség, nagy erőlépés és egy fix társadalmi bázis biztosít Putyin elnöknek, ez a hármas. Úgy van, és ezt tegyük hozzá azt is, amit szintén ön említett az előbb, hogy a fronton közben milyen események zajlanak, mert most az elmúlt napokban nem erre fókuszáltunk. Közben az oroszok a légtérben úgy tűnik, hogy egyre inkább egyeduralkodóvá válnak, ezt ki is használják. Másrésztről azt is látjuk, hogy kis lépésekkel, de ugye újabb falvakat foglalnak el, jobb pozíciókat foglalnak el. Közben halljuk azt, hogy a ukrán vezetés azt a második meg harmadik most kiépítendő védelmi vonalnál gyakorlatilag lövészárkot ásnak, odáig jutnak el, tehát a fronton lévő helyzet is sok szempontból ingataggá vált. Harmadrészt pedig a nyugati média azt sugallta az elmúlt hetekben, hogy az elnökválasztás után 300 000 embert fognak behívni az orosz hadseregbe. Ezután a tragikus történet után ne zárjuk ki azt, hogy nem kell sorozni a katonákat, hanem önkéntesnek vagy szerződésesnek jelentkezni fognak az oroszok. Tehát itt egy új lehetőség is nyílik az orosz vezetés számára, ami politikailag sokkal inkább kommunikálható, és sokkal kevésbé terheli az orosz társadalmat. Itt viszont akkor adja magát egy kérdés, amit mások is felvetettek, és mindenféleképpen beszélünk erről mi is, hogyha ez így sül ki, és ez lesz a végeredmény, és tulajdonképpen Ukrajna irányába akár az oroszok még inkább fokozhatják a támadásokat ebben a háborúban, akkor az egyik kérdés, hogy annak van-e realitása, hogy az egész mögött, ami most történt, erről a cselekmény, az oroszok álltak, mert hogy kellett még egy kázus belőle, akár egy ok azért, hogy még inkább akár totális háborút indítsanak, vagy ez ahhoz egyébként azért erre egyébként nincs szükségük, illetve túl nagy áldozat. A másik pedig, hogyha az egész mögött álltak ukránok vagy a nyugat, és ezzel ilyen aduást adnak Putyin kezébe, amilyen hullámokat vet oda, az akkor nagyon nagy bakot lőttek, és akkor megint ott vagyunk, hogy akkor viszont ez az egész megérte azoknak, akik a háttérben álltak, és ez esetben mondjuk, ha Ukrajna volt és a nyugat, hogy így emeljék a tétet, mert itt ne egy ember ellen történt robbantás vagy kettő, hanem tömegmészárlás volt. Igen, ezek a legnehezebb kérdések, amiket most föntárt. Az, hogy az oroszok szervezték, és ez egy önmerénylet, ugye az ukránok részéről elindult egy ilyenfajta kommunikáció. Ennek ellenére azt gondolom, hogy kevés
vagy talán nincs is olyan politikai vezető, aki egy ilyen brutális mészárlást a saját nemzet ellen jóvá hagyna és rábólintana, vagy akár valakivel végrehajtatna. Tekintettel arra, hogy a mai világban egy ekkora méretű műveletet úgy titokban tartani, hogy utána ez ne derüljön ki, meglehetősen nehéz lenne. Ha az oroszok csinálták volna, én akkor élek azzal a gyanúperrel, hogy a menekülő elkövetőket mielőtt elfogták volna, akkor nem hagyták volna életben. Tehát elvarnák a szálakat. Most életben vannak, és majd mondják azt, amit elvárnak tőlük. Tehát az, hogy az ukránok rendelték meg, és akár nyugati ösztönzésre, abból a részéből a nyugati, főként amerikai ösztönzést nem igazán hiszem, ez sem, hiszen az Amerikai Egyesült Államok néhány nap ezelőtt figyelmeztette Ukrajnát, hogy orosz energetikai célpontokat ne támadjon. Mert az amerikai választások előtt nem lenne jó, hogyha üzemanyag ára az egekbe szökne megint az Egyesült Államokban. Márpedig, ahogy ön is mondta, egy ilyen akció megint csak visszájára sülne el, és az Amerikai Egyesült Államok számára sok minden kívánatos lehet ebben a háborúban, de az, hogy pont most eszkalálódjon a helyzet, és egy totális háború alakuljon ki Ukrajnában, akár az ukrán front és az ukrán állam összeomlásával, néhány hónap az amerikai választás előtt, ezt megint nem gondolom. Az, hogy az ukránok mögötte vannak-e, ezt nem tudjuk. Ugyanakkor az ukránok jelenlegi helyzete a fronton, a hátországban, a tartalékokat illetően, és még sok mindent sorolhatnék, nem zártó ki az, hogy valami kétségbe esett lépésre ragadtatják el magukat, akár úgy is, hogy mondjuk egy vezető dönt róla, és a többit be se avatja. Ebből a szempontból ez nem zárható ki adott esetben. Ahogy az sem egyébként, hogy mi most még rossz irányokba találgatunk, ám az oroszok, ahogy itt már beszéltünk róla, kihasználják most ezt az adott lehetőséget, és igyekeznek 120%-ban a maguk javára fordítani. Globális szinten mihez vezethet ez az eredmény, mert hogy talán csepp a tengerben, hogyha több mint két éves háborút nézünk, és ha azzal van összefüggésben, és hogyha az ukránoknak van ehhez köze, de hogyha van, és ez feltevés, azt szeretne mindenképpen leszögezni. Az Egyesült Államoknak kapóra jöhet olyan szempontból, amely így is úgy is félig, meddig már nagyon úgy tűnik, hogy kezd kihátrálni ebből a konfliktusból. A NATO-t sem azért tartja fönn, és szerepeltet az Egyesült Államok, hogy Ukrajnában tényleg, és ezt le is szögeztek mind a NATO részről, mind az Egyesült Államok részről, hogy nyugati csapatokat nem, hiszen ott a közel-keleti válság ebben a választási esztendőben az Egyesült Államokban, és ott van sokkal inkább a távol-kelet, ami egy megoldatlan kérdés, amivel talán sok-sok évet veszítettek most az amerikaiak, de újabb pont lehet az Egyesült Államoknak ez a mostani terrortámadás, hogy még inkább, főleg, hogyha ukránokra vetül mondjuk a gyanú árnyéka, kicsit inkább kihátráljanak, és csak a közel-keletre, és inkább a távol-keletre fókuszálnak, és a csendes óceáni térségre? Igen, én azt gondolom, hogy ez a folyamat már zajlik. Tehát az Egyesült Államok egyre inkább szeretné ezt az orosz-ukrán konfliktust Európára rátolni, hogy fizesse Európa, és utána ennek akár a későbbiekben is a megoldás felé vezető utat is, akár Macron-féle háborús őrülettel, akár egy mérsékeltebb tűzszünet felé irányuló elmozdulása, de az amerikaiak részéről most erős kezdeményezéseket nem látunk. Úgy tűnik bármilyen furcsa, hogy most az Egyesült Államok számára fontosabb az, hogy mi történik Gázában, mint az, hogy mi történik az orosz-ukrán frontvonalon. És a von der Leyent is ide sorolnám olyan szempontból, hogy ő viszont tudjuk, és ez ismert tény, hogy bekötött ember Washingtonba. Ugyanezt a háborús pszichózis tökéletesen hozza von der Leyen, sőt Charles Michel Európai Tanács elnök is, és az Európai Bizottság elnöke is, amit Macron mint egy őrület és egy háborús pszichózis elkezdett terjeszteni. Igen, ugyanakkor ne felejtsük azt, hogy Josep Borrell viszont mást mond. Ő azt mondta most, néhány nappal ezelőtt pontosabban, hogy európaiak nem fognak meghalni a Donbassért. Tehát
úgy tűnik, hogy vagy mások súgnak, vagy valaki még nem vette igazából észre, hogy megváltozott az idők szele, és más irányú kommunikációt várnak el tőlük. Itt így valamiféle zavar van a gépezetben. Reméljük, hogy a Josep Borrell féle elképzelés az a legutolsó parancs, és annak megfelelően halljuk majd az újabb megnyilatkozásokat. És bocsánat, még egy dolog, erőteljes valóban a különbség a tekintetben, hogy bizottsági elnök, tanácselnök mit mond, és mit mond az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, utóbbi Josep Borrell. Viszont a NATO szerepénél még szeretnék arra kitérni, nem tűnik picit úgy, hogy amikor a 2010-es évek második felében arra kérték a tagországokat, hogy GDP-ük 2%-át haderőfejlesztésre költsék, ez már annak volt az előszele, hogy majd aztán meg kell támogatni Ukrajnát fegyveres erőkkel, ezzel leépíthető mondjuk az európai hadipar, lesz egy vazallusi függés az Egyesült Államok irányába, hiszen fegyvert majd onnan kell, hogy vásároljunk, és közben ez a NATO olyan szinten átalakulóban van, hogy most már olyan szinten a távol-keletre fókuszál az Egyesült Államok, hogy Japánnal a jobb kapcsolatok, Indiával jobb kapcsolatok, pedig BRICS országról van ez esetben szó, Fülöp-szigetekkel jobb kapcsolatok, ha csak a bázisokra gondolunk, az ősellenség Vietnámmal jobb kapcsolatok. Ez a NATO már nem az a NATO, mint ami korábban volt. Tévedek? Nem, én azt gondolom, hogy a szemünk előtt zajlik ennek a világnak, akár a szövetségi struktúrákat illetően is, az újrapozícionálása, hiszen ez az Egyesült Államok ugye néhány éve létrehozta ezt az AUKUS szövetséget, ami Dél-Kelet-Ázsiára fókusz, amit ön mondott, de az elmúlt időszakban a NATO közgyűlésekre például meghívják Ausztráliát. Tehát úgy tűnik, mintha a kettőt, ahogy ön is mondja, szeretnék, annak egy, hogy a NATO ugye az az Észak-Atlanti Védelmi Szervezet, Dél-Kelet-Ázsia vonatkozásában is legalábbis egy részét az országoknak, akik ezt bevállalják felhasználni, hiszen a németek azonnal jó diáként jelentkeztek, hogy két hadihajót, majd ha olyan üzemképes állapotban lesz, akkor leküldenek a dél-kínai tengerre. Én még egy pillanatra visszakanyarodnék az ukrán frontra, már csak azért is, hogyha mindezek a folyamatok lezajlanak éppen itt a szemünk előtt, hogy próbálnak kihátrálni az Egyesült Államok, és másfél percünk lesz, majd ehhez mérten kérnem szépen, hogy válaszoljon. De mondjuk most ez valóban az generálja, ami történt, hogy egy totális háborúba kezdenek az oroszok, akkor akár az amerikai elnök választásig úgy összeomolhat az ukrán front és Ukrajna, ami meg odahaza már visszaütet akár a demokratáknak, és egy ilyen helyzetben, ami egy kétségbe esett lépés is lehetett akár ukránok részéről, ahogyan ön is fogalmazott, akkor ez mit válthat ki akár az államokban egy ilyen helyzet, vagy akár Európában? És akkor megint ott vagyunk, amiről Emmanuel Macron beszélt, hogy akár segíteni kell Ukrajnának. Igen, valóban ezek az opciók benne vannak, az Egyesült Államok részéről mit válthat ki? Nyilvánvaló, hogy az Egyesült Államok jelenlegi vezetése azt az opciót szeretné elkerülni, hogy novemberig ne omoljon össze Ukrajna. Mert az a választások kimenetelére azt gondolom, hogy nagyon erős befolyást gyakorolt, hiába mindig elmondjuk, hogy belpolitika dönt, de egy ilyen katasztrófa, egy afganisztáni kudarc után már szerintem az amerikai emberek többségének sok lenne a jóból. Az, hogy Európa mit lép, az Amerikai Egyesült Államok nélkül, hogyha a fronton az oroszok megindítják, vagy folytatják a levegőből ezt a egyre keményebb támadásokat, akkor az európai politikai elitnek föl kell készülnie arra, hogy mi fog történni. Egyrészt akár egy nagyobb menekült hullám Ukrajnából, másrésztről az oroszokkal való kommunikációs csatornáknak a kinyitása tekintetében, hiszen azt gondolom, hogy onnantól kezdve kevés ország lenne az, amelyik azt mondja, hogy akkor most egy totális háborút kezdünk az oroszokkal szemben, sokkal inkább még mielőtt egész Ukrajna, hogy úgy mondjam, az oroszok ölébe hullna, jó lenne egy értelmes kompromisszumot kötni. Horváth József, köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük. A stúdióba. És ha már Európánál tartottunk, és már szóba került ez a háborús pszichózis, ezzel folytatjuk majd Ifjab Blomnici Zoltán alkotmányjogásszal, a századék tanácsadójával is, és ma is elmondja a legfrissebbeket Kárpátaljáról tudósítunk. Dunda György, maradjanak velünk továbbra is. Köszöntjük Önöket, ez itt továbbra is a Napindító. Folytatjuk műsorunkat Perjési Tamás kollégámmal és Árendás Péter külpolitikai szerkesztő kollégámmal. Hamarosan majd Ifjab Blomnici Zoltán alkotmányi jogászt fogjuk kapcsolni, de előtte mi hárman egy kerekasztal beszélgetés erejéig, pár perc erejéig legalábbis. Beszélgessünk erről a háborús pszichózisról, ami ugye elterjedt Euróban, mert azt gondolom, hogy Emmanuel Macron ennek az indikátora. Két évvel ezelőtt még arról beszélgettek a különböző országok, akik támogatni akarták ezt a konfliktust, hogy jó, hát küldünk fegyvereket, nyilván ugye humanitárius segély,
segélyt, jó, hát valamennyit. Aztán ugye elindultunk abba az irányba, hogy jöjjenek a tankok, akkor utána elindultak az F-16-osokról a különböző elképzelések, hogy majd hogy küldünk F-16-osokat, hogy indulnak majd ugye az ukrán pilótáknak a kiképzése, és most már Emmanuel Macron katonákról beszél. Ami azt gondolom, hogy egy egyenes út egy harmadik világháború elindításához, de hogy Emmanuel Macronnál miért volt egy ilyen gyakorlatilag pálfordulás, hiszen ő nem ezt képviselte eddig, és hogy ennek milyen hatása lehet a többi Európai Uniós vezetőre, vagy Európai Unió, európai országoknak a vezetőire, szerintem ez egy érdekes kérdés. Hivatalosan valóban talán őt tekinthetjük olyan szempontból az indikátorának ennek a mostani háborús pszichózisnak, amelyet majd meg is kérem mindjárt Lomnitzot, hogy fejezze ki, talán ezt fejtse ki bővebben. Ő az, aki talán vállalta névvel, a hanggal megjelenése lesz, és utána sorba jelentkeztek azok az Európai Uniós politikusok, akik valóban ezt a háborús pszichózis szinte gerjesztik és fönntartják az Európai Unióban, és köszöntöm is tisztelettel, hogyha itt van velünk a vonalban most akkor Lomnitz urat. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önöket! Kérem tisztelettel, hogy csak mondja, hogy helyese vajon az a gondolatmenet, hogy ez a háborús pszichózis Macrontól indult, aztán mivel, hogy európai parlamenti kampány van, és az Egyesült Államokban egyebek mellett választás, egyre többen ülnek föl és vállalják arccal, hanggal, névvel azt, hogy emellett kardoskodnak, és gondolok itt az Európai Unió bal liberális vezetőire. Némileg a nemzeti konzultáció jut eszembe azzal kapcsolatban, hogy amikor egy ilyen kijelentést tesz Emmanuel Macron, és mondjuk megkérdezik az embereket, hogy az, hogy szárazföldi csapatokat küldenek Ukrajnába, az nem a háborús pszichózis része, vagy esetleg valami más jelent, akkor azt gondolnánk, hogy ez egy irányított kérdés, és mindenki egyértelműen azt a választ adná, hogy ez egy háborúpárti, erőteljesen az európai térséget háborúba sodorni szándékozó kijelentés. De az a helyzet, hogy mint ahogy a nemzeti konzultációnál is többféle érdemi opció van, itt is, ha hiszik, ha nem, én beszéltem olyan biztonságpolitikai szakemberrel, aki nagy tekintélyű és közismert médiakörökben, és nem így látja. Tehát vannak, akik teljesen egyértelműen egy, ha tetszik, normál ügymenet keretében Ukrajna hagyományos szükségszerű támogatása körében értékelik ezt a kijelentést. Mindeközben azonban egyértelműen azt látjuk, hogy az ukrán front tekintetében, akik értenek a helyzethez, és nyilván az említett, meg nem nevezett személy abban egyértelműen egyetért a többséggel, hogy az ukrán erőforrások elfogytak. Az Európai Unió erőtartalékai katonai szempontból kimerültek. Olyan hangok jelennek meg a lengyel külügyminiszter Sikorski részéről, hogy akár a GDP 8%-át is hajlandó lenne Lengyelország a NATO költségvetésbe befizetni, amely egy brutális összeg, ha azt vesszük, hogy Trump elnök többször felhívta arra a figyelmet, hogy a 2%-ot sem teljesíti számos fontos állam. És mindehez, hogyha hozzávesszük azt, hogy az úgynevezett Weimari 3-as, tehát Emmanuel Macron, Olaf Scholz és Donald Tusk mégiscsak, bár Olaf Scholz kijelentette, hogy nem állunk háborúban Oroszországgal, egyfajta elmélyítésében egyezett meg a támogatásnak. Így ez feltétlenül úgy értékelhető, hogy Emmanuel Macron a vezére, ahogy szerkesztő úr fogalmazott, az indikátora ennek a folyamatnak, de kétségtelenül többen felzárkoznak. A pálfordulásról is szerintem kiváló elemzéseket lehetett hallani. Kifutó elnökről van szó, a globalisták szemében ő kíván lenni az első számú vezető, hiszen látja, hogy vagy Biden marad, vagy Trump, az egyik oldalon egy gyenge, szinte már magáról gondoskodni képtelen elnök van, a másik oldalon pedig majd, hogyha jön Trump, akkor egy anti-establishment, egy globalizáció, vagy ha tetszik, globalista ellenes protekcionista gazdaságpolitikát, akár 100%-os vámokat például az autóipara kivető elnök kerül a Fehérházba. Szóval felmérte a helyzetet Macron, és az egyéni ambícióit most úgy tűnik, hogy az európai térség, az ukrán emberek,
és leginkább a béke, mint eszmény fölé helyezi. Jó reggelt kívánok én is Lomnici úrnak. Én azt szeretném megkérdezni, hogy akkor mondhatjuk azt, hogy az Emmanuel Macronnak a bátorsága, ez a fajta kijelentés, hogy katonákat lehetne küldeni akár Ukrajnába segítségképpen, vagy jöhet-e valamilyen fajta sugalom, vagy akár suttogás Amerika részéről, és igazából lehet, hogy ez Amerikából indult el, és Macron ezért lett ilyen bátor? Nem gondolnám, és hát persze megmosolyogtató, hogy így nem Budapestről egy elemző nem tartja bátornak a francia elnököt, de hát mégiscsak, hogyha az eddigi mozgását nézzük, akkor közelebb van a szájhőshöz, mint ahhoz az aktorhoz, aki mondjuk akár az életét kockáztatva vállal komolyabb megmérettetéseket. Hogy csak egy példát mondjak, azért az az esemény, amikor akár Barack Obama, akár George Bush ellátogatott Irakba, ezt teljes titokban szervezték meg, de hát az mégiscsak egy olyan esemény volt, amely mondjuk a biztonsági kockázat szempontjából tízszer veszélyesebb, mint hogyha mondjuk egy európai vezető akár Kijevbe vagy Lembergbe ellátogat, Lvivbe, egészen pontosan, ahogy most az ukránok hívják. Tehát azért itt, és még nagyobb történelmi tetteket nem is említek, tehát konfliktus területekre sem igazán látogat el Emmanuel Macron, és hogyha egy érdekes felmérésre rá tekintünk, ez egy Kieli intézet, amely figyeli, hogy mennyi katonai támogatást adtak 2022. februárja és 2021. januárja között az egyes európai államok, akkor azt látjuk, hogy 17 milliárd euró magasságában adott Németország, 3 milliárd euró az az összeg, amelyet Lengyelország, és 0,6 milliárd euró, amit Franciaország adott Ukrajnának. Tehát, hogyha ezt nézzük, akkor pénzügyi bátorsága sincs, vagy ha tetszik, akkor egy rendkívül hipokrata hozzáállást tanúsít. Ő a leghangosabb, ő eszkalálná leginkább tovább, és mélyíteni el a háborús válságot. Mindeközben Franciaország elegánsan gyakorlatilag távol marad a költség és a teherviseléstől. Mi tulajdonképpen az Amerikai Egyesült Államok érdeke? Kérdezem ezt azért, mert a szavak szintjén nem álltak be Emmanuel Macron mögé, sőt mondták is, hogy tulajdonképpen ők nem küldenének csapatokat Ukrajnába. Ugyanakkor, ahogyan erről már azért beszéltünk mi is, jól jön a mostani demokrata vezetésnek, az Egyesült Államok vezetésének, hogy ha már Amerika nem küld további támogatásokat, egyelőre legalábbis ugye ez megakadt Ukrajnának, akkor mondjuk átvenni Amerika szerepét Európa. Igen, erre az imént szerkesztőasszony is részben rákérdezett, és nem válaszoltam meg, elnézést kérek. Tehát itt alapvetően van egy ilyen az elemzések szintjén, a cikkekben is megjelenő toposz, hogy egyfajta teher átvállalásról van szó Amerika tekintetében, vagy inkább Macron kimondja azt, amit Amerika nem szeretne. De hát, hogyha megnézzük a realitásokat, akkor hogyha a NATO főtitkára és az Egyesült Államok külügyminisztere is azt mondja, hogy nem kívánnak csapatokat küldeni, Macron pedig erre rátesz egy lapáttal, és ennek az ellenkezőjét mondja, akkor én csak egy egyszerű nyelvtani értelmezés alapján arra a következtetésre tudok csak jutni, hogy itt egy életre ellentmondás van. Az, hogy ez egyébként politikailag összeegyeztethető, ez a homlokegyenest két eltérő állítás, azt én el tudom képzelni, mert sok mindent láttunk már, de a közvélemény számára semmiképpen nem megnyugtató, hogy az amerikai vezetés egy békésebb hangot üt meg, akár például Krím tekintetében, az Európai Unió vezetői pedig egyre magasabbra teszik a lécet, egyre veszélyesebb kijelentéseket tesznek a háború szempontjából. Itt egy ellentmondás mutatkozik, de még egyszer mondom, én nem zárom ki, hogy idézőjelbetéve a piszkos munkát Macron próbálja egészen pontosan azért elvégezni, hogy aztán, ha kifut az elnök, az Elizé palotát ott hagyja maga mögött, akkor olyan pozíciókba kerülhessen, ahol a globalisták a tenyerükön hordozzák, hiszen vannak még azért olyan lehetőségek, akár egy ENSZ főtitkári pozíció, akár más nemzetközi szervezetek élén,
való történő elhelyezés vagy elhelyezkedés, amely perspektíva lehet egy relatíve fiatal embernek, amilyen Emmanuel Macron. Tehát ezt a lehetőséget sem vegyük ki a kalapból. Ugyanakkor itt megint csak azt tudom mondani, hogy az egyéni ambícióknak a más szenvedése fölé helyezése az, ami végső soron ebből látszik. Ifjabb Lomnici Zoltán, köszönjük szépen ma is. Köszönöm szépen. Köszönjük. És már is itt van velünk tudósítónk Kárpátaljáról, Dunda György. Szervusz, jó reggelt kívánok! Mozgósítás az állandóan terítéken van itt a műsorban, a Napindítóban, és a mozgósítással kapcsolatban most volt egy tüntetés is. Hol volt, és mi történt ott egészen pontosan? Jó reggelt kívánok mindenkinek! Igen, hát a tegnapi nap folyamán itt Kárpátalja volt az itteni ukrajnai hírek középpontjában, mert itt Kárpátalján a Munkácsi járásban egy időben két helyszínen is tüntettek helyi lakosok az erőszakos mozgósítás ellen. Az egyik ilyen tüntetés az a Munkácshoz közeli Beregrákos településen volt, a másik pedig Beregszent Miklóshoz közeli Kárpáti szanatóriumban. Ezek főútvonalak Ungvártól, Csaptól Kijevig vezető nemzetközi főútvonal, és ennek a közlekedését gátolták a tüntetők. Jobbára asszonyok, nők tüntettek, illetve idős emberek, 60 év feletti férfiak, akiket már nem veszélyeztet a behívás, illetve sok gyermekes családapák, hiszen akinek 3 gyermeke van, az szintén felmentést élvez, tehát olyanok merészkedtek ki az utcára, akiknek nem kell félniük attól, hogy a toborzó tisztek esetleg elviszik őket. A tüntetők azzal érveltek, hogy ők nem kérdőjelezik meg a háborút, nem kérdőjelezik meg a háborúban a mozgósítás fontosságát, de az ellen emeltek szót, hogy fölháborító, törvénybe ütköző, az alapvető emberi jogokat sérti az a bánásmód, az a viselkedés, ahogy a toborzó tisztek sokszor fellépnek a hadkötelesekkel szemben. Kiemelték, hogy szerintük megengedhetetlen, hogy állarcban, fegyverben gyűjtsék az utcáról sokszor fizikai erőszakot alkalmazva hadköteles korúakat, erővel tuszkolják be őket, mikrobuszokba vigyék a hadkiegészítőbe, ott elveszik a telefonjaikat és a családtagok értesítése nélkül küldik őket ki képzőtáborokba, illetve a frontra. Mellesleg Volodymyr Zelenszky is több alkalommal szót emelt ez ellen a jelenség ellen, tehát a tüntetők igazából csak azt kérik számon a toborzó tiszteken, amit Volodymyr Zelenszky megígért, hogy ilyen túlkapásokra nem kerülhet sor. Ezzel szemben a viselkedésüket a Munkácsi járási állami közigazgatás új vezetője Szerhíj Hajdaj, aki a napokban került Kárpátaljára, korábban egyébként a háborúban leginkább érintett Luhanszk megye kormányzója volt, és hát ő elítélte, határozottan elítélte a tüntetők viselkedését, úgy fogalmazott, hogy a háború nem tűr el ilyen viselkedést, és a későbbiekre nézve megengedhetetlennek nevezte az ilyen jellegű megmozgulásokat és tüntetéseket. Azt is a tüntetők szemére vetette, hogy ugye jó ideig korlátozva volt a személyforgalom, hiszen lezárták az úttestet a tüntetők, és emiatt kamionok, teherszállítmányok is ott rekedtek a dugóban is, azzal érvelt, hogy ezek a szállítmányok esetleg a frontra indultak volna, és később érnek oda a katonákhoz. És eleve azok, akik elítélték a tüntetők viselkedését, azzal érveltek, hogy aki ma ilyen a tiltakozás eme formáját válassza, az egyértelműen az oroszok kezére játszik, de hát tudjuk, jelenleg Ukrajnában bármilyen kritika fogalmazódik meg, az orosz barát narratívának minősül, és hát a kollaboráció szóló törvény alapján ezzel vigyázni is kell. A rendőrség egyébként nagy erőkkel, itt a képeken láthatjuk is, Vitali Glagola, ungvári önkormányzati képviselő, újságíró is osztott meg erről videófelvételeket, képsorokat, és ebből azt látni egy későbbi videón is, hogy a rendőrség nagy erőkkel vonult ki a helyszínre, és a hangadókat rendőrautóba tuszkolták, elszállították őket, és azt a rendőrségi közleményből tudjuk, hogy eljárás indult azokkal szemben, akik tegnap tüntetni mertek. Maradjunk egyébként a mozgósításnál, ugye
Az elmúlt napokban gyakorlatilag minden nap számtalan felvételt láthatunk ezekről az erőszakos mozgósításokról. Most a Politikó is a mozgósításnak a nehézségeiről ír, és részletezi is ennek a nehézségeit. Mi áll pontosan a Politikó írásában? Igen, a brüsszeli politikai magazin kiemeli, hogy katasztrofálisan hiány van Ukrajnában a katonákból. Leírják azt is, hogy átlag 43 éves kora, az átlag életkora hadseregben, ami nagyon sok, hiányzik az utánpótlás. A cikk szerzői fölhívják a figyelmet arra, hogy tömegek bujkálnak Ukrajnában, országon belül is a mozgósítás elől, illetve nagyon sokan próbálnak külföldre menekülni, hogy ne érje őket utól a toborzás, tehát hatalmas hiány van az utánpótlásból, miközben azok, akik a frontvonalon teljesítenek szolgálatot, nagyon elfáradtak, el is fogynak fizikálisan, mentálisan, pszichésen, utánpótlásra van szükség, de hát ebből hiány van, és aki tud, az menekül. Naponta látunk valóban ilyen videókat, de már nem biztos, hogy sokáig fogunk látni egyébként hasonló videókat, mert van egy törvényi elképzelés, ami szerint, ha elfogadják az új mozgósítási törvényt, annak egy pontja szerint betilthatják az ilyen mozgósításról készített videófelvételek terjesztését. Visszatérve még egy pillanatra a Politikó cikkére, érdemes azt is kiemelni belőle, hogy az elemzés készítői azt is hozzáteszik, hogy Ukrajnában a pessimista hangulat is terjed, és egyre többen teszik fel azt a kérdést, hogy a jelenleg kialakult körülmények, erőviszonyok alapján Ukrajna képes lehet-e legyőzni Oroszországot, vagy értelmetlen háborúba és emberéletek kioltásába torkollik ez a konfliktus. Megszólaltatnak egy bizonyos Artem nevű fiatalembert, aki azzal érvel a Politikó újságírójának, hogy ő fiatal, ő élni szeretne a hazájáért, Ukrajnáért, nem pedig meghalni, már pedig azt látja, hogy azon társai, akik esetleg önként bevonultak a hadseregbe, még most is ott vannak, nem szerelik le őket, nem érkezik utánpótlás, már eleve életben vannak. Azt mondja ez az Artem nevű fiatalember, hogy az édesanyja medikus, és rengeteg sebesült katonával találkozik, és ő is óvainti a fiát attól, hogy bevonuljon, és inkább kiskapukat, kibúvókat keres ő is sok-sok társához hasonlóan, hogy megúszza a sorozást, a bevonulást Ukrajnába. Szervusz Gyuri, köszöntelek én is téged. Kell, hogy beszéljünk azok, hogy a kijevi iskolában történt eset, ami fölhívta a figyelmet arra, hogy mit csinálnak a diákok. Erre nem lesz idő, mert ezt bőven megkérjük, hogy fejtsed most ki később. Most egy bő percünk van, még tisztelettel kérlek, ez idő alatt mondd el, hogy hogyan reagáltak Ukrajnában erre az orosz merényletre, amit tagadnak és cáfolnak, hogy közük lenne hozzá, de nyilván számos más információ is megjelent. Igen, a hivatalos szinten ugye minden lehetséges fórumon Ukrajna cáfolja, hogy bármilyen köze lehetett volna a Moszkva melletti merényletnek. Hírmagyarázók, elemzők annak a veszélyétől tartanak leginkább a merénylet kapcsán, hogy Oroszországban ez majd Vlagyimir Putyin számára hivatkozási alap lehet arra, hogy új szintre helyezze az ukrajnai háborút, és attól tartanak, hogy újabb mozgósítást rendelhetnek el, illetve nem csak speciális katonai hadműveletként apostrofálják, hanem totális háborúként, és ennek előszeleként értelmezik sokan azt is, hogy megszaporodtak a légicsapások. Csak az elmúlt héten Ukrajnát 190 rakétacsapás és 140 dróntámadás érte, ami az idei esztendőben ilyen szempontból a legrosszabb, legnegatívabb hét volt, és hatalmas pusztítást okozott az energetikai infrastruktúrában, illetve az élet más területén. Tehát Ukrajnában attól tartanak, hogy ez a merénylet a orosz szempontból a háború eszkalációjára való hivatkozási alap lehet. Gyuri, nagyon szépen köszönjük neked, hogy ma is itt voltál velünk. Péter, neked pedig köszönjük szépen ma is, hogy itt voltál szintén. Holnap is köszönöm a lehetőséget, köszönöm. És akkor jöjjön a nap kérdése, amely ma így hangzik: föl tud sorolni három megvalósult budapesti fejlesztést Karácsony Gergely regnálása óta? Belpolitikai kérdésünk van tehát ma, ez nem kapcsolatos az eddigi témáinkkal, de ezzel foglalkozik a híradó is itt a Hírtelevízióban. Plusz 36 34 4 6 9 0, ez az SMS számunk ide, tehát SMS-eket várunk majd ebben a kérdésben, igennel vagy nemmel lehet szavazni. Van egy Hírtelevíziós applikáció, ott is lehet szavazni, ahogyan weboldalunkon, a hírtv.hu weboldalon is, tehát föl tud sorolni három megvalósult budapesti fejlesztést Karácsony Gergely regnálása óta. Igennel vagy nemmel szavazhatnak délutánig a Paláverig. Eredményhirdetés majd a Paláverben.